Két év és hét hónap telt el azóta, hogy Ophelit a matrónák hazaparancsolták a sarkról. Ez idő alatt az animista lány nem tétlenkedett. A könyveket bújta, hogy minél többet megtudjon a nagy szakadás és a szilánkok történetéről. Egy fej nélküli szobor, egy régi iskola, sárga virágú mimóza. Ez a három különös emlékfoszlány vezeti el Bábelre, ahol hamis személyazonosság alatt felveteti magát a helyi virtuóz neveldébe. Hát, ha az ott szerzett tudás közelebb viszi az igazsághoz. És Istenhez. És persze Thornhoz. Kérdés, hogy az olvasó tehetsége elég lesz-e ahhoz, hogy mélyebbre ásson, és eligazodjon a bábeli zűrzavarban. A nyomozás folytatódik a tükörjáró sorozat harmadik kötetében. Crystal Dabos, Bábel emlékezete.